A világ ismételten a nagy pénzrablás lázban ég, hiszen megérkezett az ötödik évad utolsó öt része, amely egyben a széria záró felvonása. Nézzük spoilermentesen, hogy milyen is lett. A nagy pénzrablás ötödik évadának első fele nagyon érzelmes része zárult, aminek során meghalt a széria egyik legnagyobb főszereplője, Tokió. A minden ellen lázadó nő csak még inkább feltüzelte a spanyol nemzeti aranytartalék elrablásával foglalatoskodó társaságot, hiszen így már két barátjuk veszett oda a rablás során, természetesen ez már személyes ügy volt. Odakin a professzor is kalamajkába került, sokszor kilátástalannak tűnt minden, és néhány pillanat erejéig talán úgy is hittük, mi nézők, hogy nem sikerül minden idők legnagyobb rablása. Természetesen, mint a korábbi évadokban is, úgy itt is rengeteg előre nem látható csavarra operáltak a készítők, de nekünk úgy tűnt, hogy az eddigi felvonásokhoz képest sokkal több az a klisé, amikor éppen csak meglépnek a rendőrök óra elől, és sokkal több az a helyzet, amit a nem jól átgondolt tervnek, hanem leginkább a vak szerencsének köszönve úszottak meg hőseink. Persze, ezzel nincsen semmi gond, csak számunkra sokat vesztett ezzel a varázsából, a hitelességéből és a realitásából az alkotás. Jó lehet, így is beírta magát minden idők legjobb alkotásai közé. Meglehetősen érdekfeszítőnek bizonyultak a visszaemlékezős részek, amelyek során Berlint, a professzort, Berlin ex-feleségét és Berlin fiát Rafaelt láttuk gyakran Palermo, Bogotá és Marseille társaságában. Ezek a visszaemlékezések betekintést nyújtottak a néhai Berlin életébe, elméjébe és a saját harcaiba, míg még inkább megszilárdították a professzor és a közte lévő testvéri viszonyt. Kiderült, hogy a professzoréknál a rablás nem csak a pénzről szólt, ez olyasféle családi örökség. Vannak rendőrcsaládok, vannak ügyvédcsaládok, ők pedig rabló család voltak. Egy örökség, amit az apjuktól örököltek és tovább akartak adni a majdani gyerekeiknek is. Ezt Berlin meg is tette a fiával. Így, hogy megtudtuk, mennyire sokat jelentett a professzornak a rablás művészete, sokkal inkább megértettük az ő karakterét is. Megértettük, miért tette kockára saját és mások életét ilyen nehéz műveletek során, hiszen egy egyszerű bankrablás sokkal kevesebb energiába került volna számukra. Összességében nagyon élveztük a visszaemlékezős jeleneteket, nem éreztük úgy, hogy megszakítanák a cselekmény kontinuitását. Mint egyszer minden, ugye nagy pénzrablás is a végéhez ért. Tiszteletre méltó, hogy a készítők nem nyújtják tovább, hiszen mind tudjuk, hogy egy-egy rablással még jó sok bört le lehetne húzni a franchise-ról. Persze Berlin önálló sorozatával bebiztosítják, hogy az univerzum bővüljön. Összességében úgy érezzük, hogy nagyon kielégítő lezárás kapott a széria, hiszen volt benne minden, amire vágytunk. Akció, szerelmi dráma, érzelmek, árulás, váratlan fordulatok, boldogság, bosszú és megbocsájtás is. Semmiképp sem érzünk hiányérzetet, úgy gondoljuk, hogy már itt volt a befejezés ideje, és ha már itt volt, akkor megérdemeltünk egy méltó befejezést. Ezt meg is kaptuk. Tamayo ezredes és csapata nagyon kemény ellenfele volt a bandának, jár nekik is a taps, hiszen a színészek és a sorozat író is kitettek magukért az ellenfelek tévéképernyőre vitelével. Természetesen felcsendült a Bella Ciao-dal is az utolsó öt epizód egyikében, mi kifejezetten szomorúak lettünk volna, ez nem történik meg, de a készítők gondoltak a rajongóikra. Bár a nagy pénzrablás elhagyja a tévéképernyőket, üzenete még jó sokáig velünk marad. Egy korszak lezárult. Mind a nézők, mind a Netflix számára véget ért valami, ami sokat jelentett, de ez nem feltétlenül rossz. Ne legyünk szomorúak, hogy vége lett, örüljünk, hogy tartott. Sok fantasztikus sorozat nem kap szép lezárást, de ez a nagy pénzrablásról nem mondható el. Szerencsére nem rontották el a végét, így biztosak vagyunk benne, hogy bárki, bármikor szívesen újra nézi majd a banda kalandjait. Az utolsó öt rész talán nem volt a sorozat legerősebb öt része, de hozta a kötelezőt. Teljesíteni tudta azt a szintet, amit a rajongók elvártak tőle, így téve egy teljes egészé a sorozatot. A grandiózus finálé nem maradt el, tudott újat mutatni, miközben kiszolgálta a rajongók igényeit és tiszteletben tartotta a korábbi felvonásokat. Kifejezetten tetszett, amikor a végén a stáblistánál figyelmet szenteltek a már elesett rablóknak is. Meg vagyunk elégedve a végeredménnyel, itt a végén már csak szeretnénk megköszönni a Netflixnek és mindenkinek, aki dolgozott rajta, egy élmény volt nézni, köszönjük. Ha lenne kérdésed, kérlek írd meg nekünk a hozzászólásban. Köszi szépen a megtekintést, szép hetet, hello!